Gyöngfejlesztésének legfőbb irányvonala a fiatalság megtartása, ezért mindent megtesznek, hogy a gyerekek a lehető legjobb körülmények között tölthessék mindennapjaikat a városban. Pályázataik is ebbe az irányba mutatnak. Több olyan pályázatot beadtunk, ami azt gondolom, hogy arra lett kihegyezve, hogy valóban az itt élő embereknek a komfortérzetét tudjuk növelni, és természetesen nagyon-nagyon fontos dolognak tartjuk azt, hogy a gyermekek megfelelő nevelésbe és oktatásba részesüljenek nálunk. És hát ebbe nyilván beletartozik nem csak a nevelés-oktatás, hanem a gyerekeknek a szabadidős programja is. Két komoly topos pályázatot nyertünk, és a tavalyi évben már az egyiket azt meg is valósítottuk. Ez az óvodának a felújítása, és az óvodánál egy bölcsődei csoport kialakítása volt. Természetesen minden komforttal egyben, hogy ezek a gyerekek minden nap be tudjanak járni hozzánk, megfelelő nevelést megkapják, és utána délután pedig haza tudjuk őket szállítani. A topos fejlesztés eredményeképpen 56 óvodás gyerek és 8 bölcsödés gyerek került jobb körülmények közé. Egyrészt az udvarunk újult meg, nem csak a bölcsödei rész, hanem az óvodai része is kerültek új játékok. Másrészt a gyerekeknek az étkeztetése a mini bölcsiseknek helybe valósul meg az óvoda területén. Ehhez kaptunk nagyon sok eszközt. A mini bölcsőde rengeteg játékot kapott, udvari játékot, mozgásfejlesztő játékot, bicikliket, tehát olyan eszközöket tudtunk beszerezni, ami összességében valamennyi gyerek fejlődését szolgálja és segíti. Ha a gyerekekről van szó, nem csak Gyönkre kell gondolni, hanem a környék településeire is. 7-8 közeli faluból járnak ide a kicsik, de a városháza felújítása is a 6 települést magába foglaló közös hivatal teszi majd korszerűbbé. Szükség van rá, mondja a polgármester, és mutatja is a lyukakat, ahol beázik a tető. Az épület, ha belép az ember, a mai kornak megfelelő kellemes benyomást kelt, azonban vannak részek, amiknek a cseréje nem várhat. Ezért kicserélik a megsüllyedt tetőszerkezetet, a régi nyílászárókat és az épület külső szigetelést is kap. Ha komolyabban körülnézünk, akkor megvannak azok a problémák, amiket hogyha nem oldunk meg, akkor nem szeretném túl dramatizálni a dolgot, de még akár tragédia is lehet. Tehát a tetőnek a felújítása az borzasztó fontos, és hát hogyha az energiáról beszélünk, a fűtés is, hogyha az ablakon keresztül a külső körletbe kerül, én azt gondolom, hogy ez is egy fontos, hogy ezt meg tudjuk szüntetni. A fiatalokkal kezdtük, fejezzük is be velük. Ugyan nem topos forrásból, de szintén pályázati pénzből valósulhat meg a labdarúgó pálya öltözőjének bővítése. Az épületet egy új szinttel bővítik majd, hogy a sportolni vágyók még kényelmesebb körülmények között tudjanak készülni.